Megkezdődött az ingyenes tankönyvek kiszállítása az iskolákban. A kormány a kiadványok ingyenességével 13 milliárd forintnyi kiadást vesz le a magyar családok válláról. Az állam 2020 óta már minden elsőtől 12. osztályba járó nappali tagozatos diák tankönyvének árát átvállalja. Ez a költségvetésben több mint 13 milliárd forintos tételt jelent. Mindez a családoktól átvállalt költség, amely így természetbeni juttatás. Ahogy megérkeznek a karcagi iskolákba a tankönyvek, akkor azonnal tájékoztatjuk nézőinket.